A börtönök zsúfoltságának csökkentése érdekében az országosan 9 új börtön építésével és a már meglévők bővítésével közel 6000 új férőhelyet hoz létre a büntetés végrehajtás. A megnövekedett feladatok ellátásához 2500 új alkalmazottra lesz szüksége a szervezetnek, a toborzások már megkezdődtek az érintett településeken. A hatékony toborzásnak köszönhetően a tegnapi napig 3956 fő adta bejelentkezési kérelmét. Ennek 28%-a érettségizett nő, 40%-a érettségizett férfi, továbbá 737 diplomás nő és 507 diplomával rendelkező férfi is jelentkezett. A jelentkezők vonatkozásában a fizikai állapot felmérő, a pszichikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket egészen addig, amíg az új börtönök meg nem kezdik a tevékenységüket. Nem biztos az alkalmassági feltételeket nem kell eltudnia. Ez a férfi a jelentkezési feltételekről érdeklődik a kemecsei toborzó irodában. Meghirdetett álláshelyre sokan jelentkeznek. A toborzó tiszt elmondása szerint a legtöbb jelentkező felsőfokú végzettségű nő, ők általában valamelyik tiszti álláshelyre pályáznak. A jelentkezők közül sok a helyi, de Nyíregyházáról is sokan érkeznek. A Kemecsére adott pályázatokból körülbelül 800 darabot kaptunk. Ugye elsősorban most a végrehajtó állományt toborozzuk. Ide körülbelül 200-300 önéletrajzot kaptunk. Ezekből 150 főt hívtunk be, illetve vettek részt alkalmassági vizsgálatokon. Ezekből körülbelül ez idáig a fele felelt meg. A felvételi eljárást sikeresen teljesítők 2017. januárjától kezdhetik meg a szakmai képzést, majd ennek elvégzése után állhatnak munkába. A büntetés végrehajtásban dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. A kezdőfizetés tiszteljettesek esetén minimum havi 220 ezer forint, tiszteknél pedig minimum havi 330 ezer forint, amit évente 200 ezer forint kafetéria egészít ki. Ezek mellett ruházati és lakhatási költségkerítés, mobiltelefonflotta használat, kedvezményes üdülési lehetőség és adott esetben szociális támogatás is jár. A hivatásos állomány számára a börtön egyébként stabil, kiszámítható, hosszú távra tervezhető munkahelyet teremt, melyhez képzési és előmeneteli lehetőségek is társulnak a közeljövőben. Kemecsén a város határában lévő 6 hektáros területen épül majd fel az új börtön, a tervek szerint 2018 elejére. A teljesen felszerelt intézetet, műút köti majd össze a várossal.